Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Jó rádozást kívánunk mindenkinek, Lakatos Gergely, az MHC Mobility Marketing és Üzletfejlesztési vezetőjével. Mesterséges intelligencia az autókban, azt mondtad, ma erről beszélgessünk, hogy van-e benne, van már benne, mit tud rólunk, mi mit tudunk róla, szálazzuk szét. Üdvözlöm én is a hallgatókat, igen, talán az elmúlt fél évben bár miről szó esik, bármilyen iparágról, bármilyen fejlesztésről mindig bedobják az AI-ja, vagy az MI, a mesterséges intelligenciát, ki hogy hívja. Azt mondta valaki, hogy most minden le van fújva ilyen mesterséges intelligencia sprayvel, de ezen találó, igen, nem? Igen, ez abszolút. Úgyhogy gondoltam, hogy így az autózás kapcsán egy picit tekintsünk rá, hogy ez mit tud az autózás terén. Sokszor nagyon már egyre több dolgot hívunk mesterséges intelligenciának, közben még nem az, illetve az autózás terén azért olyan dolgokról is beszélünk, hogy a közlekedés, közösségi közlekedés, balesetek, veszélyek, hacker támadások is lehetnek ezzel kapcsolatban, akár párhuzamosan. Ugye egyre okosabbak az autók, egyre inkább elindultunk afelé, sőt, most már egyre többen állnak át arra, hogy nem mérnöki tervezés alapot vesznek, hanem szoftvertervezési folyamatokon készül el az autó, úgymond. Úgyhogy ebből a szempontból már nagyon sok program eleve fut a gépbe, illetve hogyha azt mondjuk, hogy rákapcsoljuk még a telefonunkat, és úgy osztjuk meg az autós navigációt, ugye, akár egy Google, akár egy Apple, csak hogy a két legnagyobb rendszert említsem, azt visszük be az autókba, akkor már ugye csatlakozunk a dolgokhoz. Sőt, azt sem már tudni, ugye, hogy ez az új biztonsági rendszerek kapcsán az SOS hívás funkcióhoz ugye kell egy SIM-kártya, ha csatlakoztatjuk az adott gyártónak az új applikációját, ami már a telefonunkon is mindent elmond, mindent meg tudunk nézni az autóról, mikor lesz olajcsere, esetleg hogy áll a fékkopás, vagy hol áll az autónk, vagy előre be tudjuk kapcsolni a légkondicionálót. Tehát ilyen szinten már nagyon sokféleképpen csatlakozik az autónk a hálózathoz, vagy a világhoz. Úgyhogy, a nagy testvérhez. A nagy testvérhez, úgyhogy sok minden már nyomunkon vethető, sőt, most legutóbb, amikor a szervizben voltam, akkor volt egy ilyen kis rész is, hogy ha csak nem elemzem, akkor a gyártó az unió felé küldheti az autóból kinyert fogyasztási adatokat. Tehát, hogy ugye az unió próbálja visszamérni, hogy oké, hogy azt mondja a fogyasztási teszt, hogy 6,2. Nézzük ezt meg a valóságban. És akkor én járok mondjuk 7:30-8:30 között, attól függ, de hogy ezek hogy állnak. Szóval nagyon sok program meg összekötetés van már az autóba, és erre csak pluszban rájöhet a mesterséges intelligencia. Ilyen szempontból szerintem fontos ketté választani a rendszereinket az autón belül. Az egyik az a infotainment, entertainment angolul, tehát ez a információ és kommunikáció és szórakoztatás. Ugye már egyre több autóban hatalmas nagy tabletek vannak, és azon lehet flipperezni, focizni, mit tudom én, tehát csomóféle játék van, és már sokan... Sok gyerek, sok képernyő. Igen, és akkor még ezekre is bemeltünk. Tehát ezek az, amikor az embert informálják és szórakoztatják, az egy dolog. Úgy mondom, hogy ezek a dolgok az autó vezetés, biztonság, technikai dolgától... Külön választhatóak. Igen, már törekednek a gyártók, hogy ez minél inkább le legyen választva, és ugye ebből vannak úgymond a hacker támadások, ezek már voltak régebben is, hogy mondjuk rá vagyok kapcsolódva az internetre az autóval, és akkor valaki kívülről föltekeri nekem a fűtést, vagy elállítja a rádiómat. Szóval ilyen... És nem hátulról a gyerek. Ezekre már voltak ilyen történetek, és ezek nyilván minél, ha internet van, akkor minden megtámadható, így az autó is, mint egy eszköz megtámadható. Majd egyszer is folytasd, és lehet, hogy teljesen butaság, amit most mondok, de azért ilyen aggályok voltak már az önvezető autókkal kapcsolatban, és hogy majd akkor ki lesz a felelős, hogyha valaki belenyúl, valami történik, és lehet, hogy nem tartozik ide, most volt egy fél hírt, és nem bontottam ki, hogy a Tesla most lebutítja az autóit, visszabutítja az autóit. Ennek ehhez nincs köze? Biztos nincs, csak eszembe jutott. Nagyon jó szempontokat hoztál be, ezekkel én is készültem. És akkor rátérünk majd mindjárt az önvezetésre, hogy a mesterséges intelligencia miben tudja segíteni költséghatékonyá, vagy gyorsítani ezeket a folyamatokat, mert ugye az uniónak van ez a Zero Vision látképe, jövőképe. 2035-re a halálos balesetek száma drasztikusan csökkenjen, akár szűnjön meg, illetve ugye ez a zéro kibocsátás történet, és a zero death accident, a zéro halálos balesetek számát, azt csak úgy tudják elérni, legalábbis ez a terv, hogy minél több biztonságtechnikai eszköz kerül bele az autókba, és ez viszi az önvezetés felé az autóipart. Sokan már úgy beszélnek autóipari beszállítók, hogy nem autókról beszélünk, hanem people moverekről, hogy embermozgató eszközökről, és akkor ennek, hogy hány kereke lesz, vagy hogy lesz, vagy mit tudsz állítani. Földön, vizen vagy levegőben, igen. Igen, igen, egy kicsit ez utopisztikus, de mindig ezek az utópiák
határozzák meg azért a fő drive-ot, a fő útvonalat abban, hogy merre tartsanak az autóipari beszállítók meg az autógyártók. Úgyhogy ilyen szempontból igen, bejön az önvezetés, de visszatérve erre a zárt rendszer, nyílt rendszerre, tehát egyrészt mi bevisszük a saját rendszerünket az autóba és összekapcsoljuk, de ez le van választva nagyon határozottan arról, hogy az autónak a fékrendszere, a futóműve, a vészfékasszisztense, a nem tudom, ez az amaz, ez ne felejtsen hozzá. Hogy ne lesen átjárat ez a két dolog, és akkor így szétválasztódik az is, hogy mondjuk az AI simán benne lehet már úgy az autóban, hogy amiket én, mint program használok, vagy amiket a gyártók újonnan telepítenek rá, hogy mit a NIO-ba, ami a kínaiaknak az egyik ilyen csúcs elektromos autó, a startup cége, most már itt van Magyarországon is, most jelentettek be egy együttműködést a Győri Egyetemmel, neki van egy ilyen kis fejalakú kis kvarcóra-szerű valami, ami pislog, és feléd néz, és beszél, és így lehet vele kommunikálni. Tehát ezekbe az ilyen, mondjuk ilyen beszédasszisztens alapú dolgokba, meg amikor megkérdezed élőszóban, hogy milyen az időjárás, ezekbe simán beférkőzhet a történet. Ha nem is az autóra telepített AI, de hogy mondjuk az egész agyi központ, ami valahol valamilyen szerver szigeten pihen a gyáraknál, azokba ez rá tud kapcsolódni. Nyilván itt külön lehetne beszélni, hogy nyílt AI, amit az emberek legtöbbet használnak, ez a chat alapú történt, hogy amit oda föltöltök, abból ő is tanul, tehát akkor kiadom mondjuk a céges információkat. Ezek nyilván azért zárt rendszerek, de így elválasztódik a szórakozás, meg az információszerzés a vezetéstől. A vezetésben meg nyilván ezeket a dolgokat úgy behozni, hogy nincsenek végigtesztelve, nincsenek csak így kísérleti jellegem. Ez egy jóval izgalmasabb dolog, és akkor ide köthetünk a Teslára is, meg az önvezetésre is. Ugye az önvezetésnek ugye van 5 foka, amiben szépen haladgatunk fölfelé, és ezt lehet úgy mondani, hogy a nulladik fok, amikor mindent mit csináltunk az autóba, az indexet is még, mint a Trabantban nekünk kellett. De már nem kell kirakni a kezedet az ablakon, igen. Igen, nem kellett kirakni a kezed, de még a tüköt is ugye fizikailag kinyúltál, és úgy állítottad. És akkor így jöttek be folyamatosan azok a különböző segédrendszerek, hogy mondjuk a tempómat, ez mondjuk egy egyes szintű történet, hogy már nem kell a pedált nyomnod. És ezekben lehet tovább menni, hogy ezek ilyen vezetőt támogató rendszerek. Ez az L1, ez az L2, L1, igen, L3, level, L4 2. előtt, igen. Így van, igen, 5-ig megyünk. Az 5-ös az a legegyszerűbb, az a teljesen automata rendszer, ahol már mindenért az autó felel, és neked már kormányod sincsen. Ez az L5. Most nem mondom, hogy ide szeretnénk eljutni, mert ez ki szeretne ide eljutni, nyilván az autó fanatikusok nem, a biztonság fanatikusok meg igen, vagy ha így nézzük, de innentől menve a 4-es szint, hogyha egyen lépünk, az is teljes önvezetésre képes autó már, de ott még ha akarod, visszaveheted a kormányzást. Tehát ott van a kormány, vagy lehet az, hogy a városból kikormányzol, utána a kormány eltűnik, és lejön egy a lovak közé dobom a gyeplőt, így ugye? Van, így van, laza mozdulattal. Így van, és akkor az autó visz tovább. A 3-as az, amikor már gyakorlatilag a nagyon sok dolgot az autó csinál meg, de még én vagyok felelős. Ez azt jelenti, hogy nem csak a vezetéssel kapcsolatos, mondjuk gyorsítás, lassítás, fékezés, tehát még egy távolságtartó tempómat, egy holtérfigyelő asszisztens, ezek már ilyen, tehát hogy nem csak az autó menését, fékezését, gyorsítását figyeli, hanem a környezetét is. Tehát ez a hátsó keresztirányú forgalom figyelő, ami talán most már kötelező az autókban, amikor parkolsz kifelé tolatva, akkor ne csapd el a mögött egy jövőt, a holtérfigyelő asszisztens, hogy ne húzd rá a kormányt a másikra, és ezeknek ugye különböző lépcsői, hogy a sávtartás az csak asszisztál, hogy szól, hogy hé, kimentél a sávból, vagy pedig már vissza is húz, és vibrál a kormány, és csipog, és minden. Tehát ilyen szinten, hogy elindultunk az 5 szintnek, a 0 az a semmi, az 1-es, amikor már mondjuk már egy tempomat tart valamit, de igazából neked kell ugyanúgy azért vezetni, de már mondjuk leveheted a lábadat, a 2-es szint, amikor már fél láb, fél kéz, a 3-as szint, amikor bizonyos dolgokat már ugye a környezetet is, meg a manőverezést is irányítja, de a bármi van, még mindig mi vagyunk a felelősek, és ez a mostani autókra is igaz, tehát bekapcsolhatod a távolságtartó tempomatot, meg minden, és hogyha berepül elé egy madár, és satúfékez, akkor az a te felelősséged, nem a gyártó felelőssége, és így tovább. A 4-es, amikor már mindent tud az autó, de még mindig van benne kormány, hogyha szeretnéd, akkor visszavezeteted a robotpilóta a repülőkön. Így van, és akkor az 5-ös, amikor meg teljesen automata lesz.
Most ezek nagyon elindultak a 2000-es évek elején, és ott voltak nagy ígéretek, hogy na, 15 éven belül ide eljutunk, stb. Aztán rájöttek, hogy ez a gyakorlat valóság, hogy bármit kitalál egy mérnök, utána jön a felhasználó, aki meg bevisz olyan extremitást, hogy sose gondoltunk volna rá, hogy hogy lehet ilyet csinálni a mi tökéletes termékünkkel. Hát itt is ez picit előjött, hogy az adatsebesség, az adat, amit egy ilyen önvezető autó generál, az hogy tudja tárolni, hogy tudja elemezni. Ha mi van, hogyha lemegyünk még garázsba, és ugye ott nincsen, mondjuk térerő, kell-e lidár, vagy elég csak a szenzor, vagy kell a kamera. Tehát, hogy ezekben nagyon ömlött a pénz, és ez így megállt. Ez egyrészt is itt a 2-3-as szint környékén álltak meg az autók. Egyrészt köszönte annak is szerintem, hogy mindenki az elektromobilitás felé fordult, és mert hogy arra kellett fordulni, ugye, főleg az uniós célirányok miatt. Ez volt az egyik, másik pedig elérték azt a határt, amit így a költséghatékonyság és az egyéb dolgokba lehet elérni, és a cél az volt, hogy hopp, egyből legyen egy önvezető autó, de ebben volt egy ilyen stratégiai irányváltás, hogy inkább részeit oldjuk meg az autóvezetés mindennapjának, az elindulástól a leparkolásig, hogy mink a parkolás az legyen már megoldott, vagy a sávváltás legyen már megoldott. Úgyhogy ilyen szinten fél éve beszélgettem ilyen önvezetős tervező mérnökökkel, ők akkor azt mondták, és akkor még egy kicsit így a mesterséges intelligencia berobbanás előtt voltunk, hogy valószínűleg mi megéljük azt, hogy egy autópályára úgy megyünk föl, hogy hátra csapjuk a kormányt, vagy bedobjuk a lovak közé egy eplét, ahogy mondtad, és akkor az autópályán, egy zárt pályán végig tudunk menni önvezető módban, de az, hogy teljesen önvezető legyen a történet, az még így nem. Most nyilván, hogy erre a mesterséges intelligencia gyorsítást tud adni, ez mindenképpen igaz, hiszen pont a magyarországi alapítású AI motív, ami az önvezetéssel kapcsolatos lépéseket nagy erővel teszi meg. Nekik volt az első, mondjuk ilyen novumuk az, hogy csináltak erre egy szoftveres tesztpályát, vagy egy tesztkörnyezetet, hogy nem kell kivinni az autót, hanem nagyon sok mindent ilyen szoftveresen, kvázi egy virtuális szimulátorba be lehet tenni. Most, hogyha erre még rá tud gyorsítani a mesterséges intelligencia, nagyon sok olyan dolgot már bent a képernyők előtt meg tudunk oldani a járműfejlesztésben, és csak utána kell kisebb rész kimenni. Ez biztos, hogy gyorsítani tudja a folyamatot, és költséghatékonyá tenni. És most lehet látni, hogy egyes autógyártók milyen szoftvercégekkel hogyan fognak össze, erőforrásilag, tudásilag, és próbálják azt mondani, hogy jó, akkor a 2-3-as szintről az AI segítségével ugrásszerűen mondjuk elérni a 4-es szintre. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e, de most a legtöbb ilyen hír az AI-jal kapcsolatban autóipar szintjén, az önvezetés terén csattan, teljesen jogosan. És itt várunk egy áttörést, és sokan akkor azt mondják, hogy jó, ebből az önvezető dolgokból így úgy átcsoportosítunk, vagy hagyjuk a 2-es szintet, ugorjunk a 4-esre, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy ebben vannak így helyezkedések. A Teslának meg az amerikai mentalitás azért az más, mint az európai, meg a japán. Az európai, meg a japán akkor ad ki valamit, hogyha az már 100%-ig tökéletes. Az amerikai, meg a kínai mentalitás, ez picit olyan, hogy engedjük, hogy a forgalomba is teszteljünk dolgokat, úgy mondom, hogy az amerikai marketing felfogás az olyan, hogy azt adom el, amit szeretnék, majd elérjek. Sokszor egy picit így, és az Autopilot név, amit a Tesla ugye egyből levédedett és behozott magának. Ha jól gondolom, akkor ezzel egy picit itt túlött az emberek képén, hogy Autopilot, de jó, akkor tényleg, mint a repülőpilóta, vagy a robotpilóta, a pilóta is repül, de hogy a robotpilóta effektusa. Jó esetben együtt a repülővel. Igen. Akkor így a robotpilóta hasonlatával élve csak beülünk, és akkor megy az autó, és ezekből az életek balesetek, és akkor itt, ha ilyen per volt, akkor általában, hogy belolvastam, mindig azon ment a vita, hogy akkor most kellően volt tájékoztatva a sofőr, hogy az autopilot egyelő nem autopilot, hanem csak egy 2-3-as szintű önvezetés támogató valami, vagy pedig tényleg ezekkel a reklámokkal, meg mindennel azért a Tesla tett azért, hogy úgymond félrevezesse az embereket, és ezen megy ennek a perek, és gondolom ezt most így mérlegelte a Tesla, hogy akkor inkább visszavesz. Ebből valamilyen szinten, kommunikációs szinten és képesség szinten, igen. Viszont nagyon fontos, ezekben az autókban, akár a Teslában is, ezek a rendszerek már futnak, és ha bekapcsolod, ha nem, ők futnak és tanulnak. Tehát azt képzeljük el, ugye a Tesla a teljesen elektromos autógyártásban még mindig a legtöbbet gyártott le 23-ban, a BYD már otthon nagyon közel, de a plug-innel együtt ő az első, a plug-inok nélkül meg a Tesla. Ezek mind tanulnak, tehát úgy mondom, hogy milliós nagyságban van már olyan autó, és akkor nyilván ez ugye környezetfüggő, hogy hol jár, de segít abban, hogy tanulják a helyzeteket, a váratlan helyzeteket, a irányosan gyors sebességgel, váratlanul a látott térbe bukkanó autótól kezdve bármit.
és hogy a szoftveres tervezést lehet szeretni, nem szeretni, mert nyilván a mérnöki tervezés, hogy kitaláltunk egy nagyon jó hátsó lengőkart, stb. Stb. Ez abban tud segíteni hogy összességében az autógyártásnak, hogyha szoftveresen azonnali szinten tud beavatkozni mondjuk a lengéscsillapító feszességében, vagy hogy milyen fékerőt produkálja, meg minden, akkor ezzel csomó alkatrész költséget mondjuk meg tudunk spórolni, abból a szempontból mondjuk, hogyha tudja, hogy ott mindig van egy kátyú, mert még nem javították ki, ez mondjuk lehet akár Magyarország lehet, is. Akár itt is lehet, igen. Igen, akkor tudja, hogy előre mondjuk befeszítse, keményítse, pújítsa a rúgót, vagy egy picit megemelje az autót, vagy tehát hogy egy olyan játékteret kap az autó, amivel kényelmi, költséghatékonysági, biztonsági előnyökre tud szert tenni az autó. Úgyhogy ebből a szempontból izgalmas és üdvözlendő irány a szoftvervezérelt autótervezés. Nyilván a másik oldalról meg be kell hozni az autóipari gyártásnak a 150 éves tapasztalatát, ami jön a klasszikus tervezésből, hogy mi az, amit viszont még sem lehet megsporolni, vagy mi az, ami jól néz ki először. Például a Teslánál ugye, hogy pár elemből kerül összehegesztésre, összeforrasztásra az autónak a karosszériája, de utána, ha mondjuk szervizelni kell, akkor ugye nem sok kicsi alkatrészhez tudsz hozzányúlni, hanem van 4-5 elemed, amit kell valahogy megjavítani. Ó, de sok minden, de amiről legközelebb egyszer beszélgessünk, jutott eszembe. Az egyik az, hogy hát ha én 5-ször belemegyek a kátyúba, akkor már ilyen szoftvervezérelt autó, meg önvezető autó, az már 6-szor nem mehet bele. Az már tudja, hogy ott kátyú van, akkor neki ezt ki kell kerülni. Nem? Az egyik verzió igen, az hogy ki kerül, a másik verzió meg tudja azt, hogy ez olyan, amit az autóm képessége, azt meg tudja oldani. Tehát fölkeményítem a lengést, és például, akkor eldönti, igen, a mesterség eldönti, hogy melyik igen, kerülni, igen, vagy ez igen. Az egyik. A másik az, hogy röviden kérdezem, hogy volt egy fél mondatot, igen, de all-in tettünk az elektromos autózásra, ugye? És ebben igen. Azért most nagyon sok ellenvéleményt hallok, és szkeptikus véleményt hallok, és ezt a 35-öt már egyre többen mondják mindenféle szektorból. Megidéznek szakembereket, hogy ez nem lesz tartható, és ez akkor ez az egész, ez visszaveti majd a mesterséges intelligenciát, meg az önvezető autót, mert kettő úgy együtt lendült el, nem? Hogy belenyúltál. Bocsánat. Nem, szerintem, hogy lesz-e 2035 vagy nem, az egy több összetevős tényező. Mindenkinek ebben van emocionális, meg racionális, amit ő éppen át tud fogni. Én is az agyammal át tudok fogni egy bizonyos halmazt, mások más halmazt, mások ezt látják, mások amaszt látják. Az biztos, hogy nagyon izgalmas ez az átállás, és kérdéses, hogy sikerül-e, és akkor mindig lehet valamire mutogatni, hogy az autók elég fejlettek, az infrastruktúra, vagy a társadalom be tudja elfogadni, mert ez nagyon sokszor ezen múlik, hogy a társadalom be tudja elfogadni. Csak egy példa, a Kínába is ugye elmentek az autógyárak a 80-as években, a Boeing, a GM úgy gondolta, hogy ha neki van egy szalonja, ami teli áll autókkal, akkor az azt fogja mutatni, hogy hát mi tudunk gyártani, itt van, vigyétek. De a kínaiak meg úgy gondoltak, akkor hiánygazdaság volt erővel, hogy akinek ennyi autója ott áll, az nem lehet jó, mert valószínűleg rajta maradt. És akkor ez egy kulturális dolog, amit meg kellett tanulni, hogy muszáj azt mondani, hogy hát egy évet kell várni az autóra, mert annyian keresik. Vágyották. Igen, és ez a társadalmi adaptáció, amit lehet így ismerni, úgy ismerni. Azt szokták, most Magyarországon 1% a futó autóknak az elektromos mennyisége, de hogy azt mondják, hogy Norvégiában ez akkor fordult át, amikor 5%-nyi autó, elektromos autó volt a többihez képest, és hogy akkor van egy ilyen áttörési pont. Most mindenképpen azt érezzük a statisztikából is kiindulva, hogy egy ilyen holponton vagyunk. Az államoknak egy picit elfogyott a pénze, hogy adjanak támogatást, az Unió ugye most fog váltani, Németországban is most van választás, vagy jövőre talán, de ott van Amerikában is mindenképpen most van választás, most ugye nálunk van egy uniós választás, és akkor még lehet menni, hogy Tájván, Irak, Irán, stb. Stb. Tehát nagyon fontos országokban, Indiában vannak új választások, amik az autóiparra azért eléggé befolyással tudnak lenni, csak az, hogyha mondjuk megnézzük, hogy a demokraták vagy a republikánusok helyből zöldpártiak, vagy nem, vagy helyből benzinpártiak, vagy nem. És hogy ebből a szempontból azt látjuk, hogy az utóbbi az egy-két évben ez a 13-15%-os új autóeladási arányon nem tud túljutni az elektromos autó. Az elején nyilván gyors volt a feltörekvés, meg volt támogatás, meg a kíváncsiak megvették az elektromos autót, és akkor a nulláról nagyon könnyű eljutni egy 10%-ig. Most ebbe a 10-pár százalékon úgy tűnik, hogy toporgunk, ami az egyes embereknek lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen figyelmeztető jel van, aki meg hát te is, hogyha mondjuk egy nagyot akarsz ugrani, akkor azért megállsz előtte, nem? Vagy van-e víz a medencében? Igen, főleg van-e víz a medencében, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy érdekes dolog, hogy
hogy mi fog történni, megvalósulhat-e vagy sem. Az biztos, hogy az autógyártók hol azt mondják, igen, hogy ne forduljunk már vissza, mert annyi pénzt beletettünk, és amúgy is tényleg ez egy jó dolog, de az átállás költsége, teszem hozzá, azt így senki nem akarja magára vállalni teljes egészében. Ugyanakkor hallod azt a másik oldalról is, hogy azért még csöndben fejlesztünk belső égési motort, mert még sokáig velünk lesznek, ha nem is a személy autómat, de lehet, hogy a haszongépjárművekbe, vagy ha nem is egyedi motorizáltságként, de mondjuk plug-in verzióba fognak menni, és akkor így próbálják az átmenetet valahogy megoldani. 4 évszakos gumi. Hát ez a plug-in történet? Egy picit ilyen, de hogy egy ügyfelünkkel beszélgettünk, neki egy nagy 7 személyes családos SUV-je van, plug-in verzióban, használja most már lassan egy éve, 3,1 az átlag fogyasztás, úgyhogy eljárnak külföldre nyaralni, tudja a cégbe is otthon is tölteni, és nem 8 meg 10. Nyilván, amikor elfogy az elektromos és megy a család a nyaralás, akkor az 10 liter, de összeátlagban 3,1-re jön ki, ami azt gondolom, hogy egy előrelépés a klasszikus 8-10 literes hasonló gépjárműek fogyasztásához képest. És még ő vezet, nem a mesterséges. Még ő vezeti, de nyilván egy-kétszer azért az ember már átadja, úgymond ha nem is az irányítást vagy a kormányzást, de részfeladatokat az autóval. Nem kell félni ezektől az újításoktól, nagyon sok balesettől meg tud ez minket védeni. Nyilván ezt a statisztika nem mutatja. A statisztika azt mutatja, hogy az utóbbi 2 évben drasztikusan nem csökkent a balesetek száma, amit többet várna az EU, hogy jobban csökkenjen. Csak azt nem tudom, hogy milyen metodikával mérjük hozzá, egyre több autó, egyre több kilométert fut az utakon. Tehát ehhez képest meg, hogy úgymond csak picit csökken, és nem úgy, ahogy elvárnánk, ehhez képest szerintem ez egy jó, és ugye a megelőzött baleseteket nem tudjuk mérni, mert az csak így mondunk egyet az autóba, hogy köszönöm Szűzmáriám, vagy kifújjuk a levegőt, és megyünk tovább, hogy most megúsztunk egy veszélyes kimenetelű balesetet, és ennyi. Ezek nem kerülnek riportálásra nyilván, bár lehet, hogy az AI-ja majd szemkontaktus figyelő autó ugye már van, ami figyeli a szemedet, hogy a menetirányban nézel, vagy elkalandozol, és rátszor, hogy tessék előre nézni, úgyhogy lehet, hogy ebből majd valamit kiveszünk, de lényeg az, hogy ezektől nem kell félni, mert ami tényleg a vezetést befolyásolja, azoknak komoly tesztelésen kell átesniük. Javaslom, aki ezekben bizonytalan, hogy menjen el nyugodtan tesztpályára, vannak direkt ilyen tanfolyamok, amik ezeket a modern eszközöket gyakoroltatják be, és igen, ez még nagy esőbe, ködbe, hóviharba nem fog működni, tehát ezzel tisztában kell lenni, meg azzal, hogy most még nincs olyan autó, amelyiknek a vezetési felelőssége a gyártóra, megosztott lenne, ez egy precíz kifejezést, igen, hanem még minden felelősség az autó vezetője, aki bennül a volánnál, úgyhogy erre figyeljünk oda. Lakatos Gergely, MHC Mobility Marketing és Üzletfejlesztési vezető, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen én is a figyelmet. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.